Október 23. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. A saját életét megtartó gabonamag nem teremhet gyümölcsöt. Maga marad. Krisztus, ha úgy dönt, megmenthette volna magát a haláltól. Ha azonban ezt tette volna, egyedül marad, egyetlen gyermeket sem vihetett volna Istenhez. Csak életének letevésével adhatott életet az emberiségnek. Csak azzal válhatott a magjává annak a roppant aratásnak, a nagy sokaságnak, amely minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből Isten üdvözültjeit alkotja, hogy a földbe hullott és meghalt. Mindenkinek, aki munkásként Krisztussal együtt akar gyümölcsöt teremni, először a földbe kell hullnia és meghalnia. Az életet a világ szükségleteinek barázdáiba kell vetni. Az önszeretetnek, önérdeknek el kell vesznie. Az önfeláldozás törvénye saját megtartásunk törvénye is. A gazda úgy őrzi meg gabonáját, hogy elveti. Így van ez az emberi életben is. Adni ugyanaz, mint élni. A megőrzött élet az, amit önként adunk Isten és az emberek szolgálatára. Akik Krisztus kedvéért feláldozzák életüket e világban, az örök életre tartják meg azt. A magunkért eltöltött élet olyan, mint a megevett gabona. Eltűnik anélkül, hogy megsokszorozódna. Az ember összegyűjthet magának mindent, amit csak tud. Élhet, gondolkodhat, tervezhet magának, de élete elmúlik, és semmije sem marad. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye.